Bejött a tanárnő, tudta, hogy mi nem annyira kedvelik ezt az órát. Mm, -hmm. mm ki ma, ez a kedvencem. Á, Attila, gyere! Á, tanár, de nem tok, semmit nem tok, egyes. Jó van, Attila, egyes. Házi feladat, mindenkinek készen van? Föltettük a kezünket. egyes, egyes. Tanárnő, ha még egy egyes bemerírni, írni, én itt fölállok és a teremből, esküszöm. Jó van, és egyes. Ati fölállt, de lassan fölvette a táskát, szépen lassan kib így, de így kiballagott, izomból, izomból bebassza az ajtót. reggelt kívánunk. Uh, én uh, As uh, Asari musát vagyok, uh, egy gazdag ember, mellettem Elon Musk. Sziasztok, a Tesla részvények. most egy picit leestek, úgyhogy uh, kicsit, uh, most nem én vagyok a leggazdagabb ember. Csimpi, mi a véleményed? Csimpi, mi lesz van? A mai témánk a pénz. Gazdag vagyok, a pénz jó. Ne! Ne! Ne vadulj meg! Ne fel magad, hogy nincs pénzed! Vennél csímpás csöcsöt? Kaptál egy banánt? banánt? Csímpi, ven, Kész venné, banánt. Készbanánt? egy csimpás csöcsöt, ha lenne rá pénzed? <laughs> Innen megyünk egy különleges helyre. Nagyon fontos, hogy holnap reggel Hattab stream van. És ma büdöshajt stream van. Amúgy <laughs> tényleg, ma, ma lesz egy második streamünk. Srácok, nagyon fontos. Ma büdös sajt stream. 17-18 körül. 17-5-6 körül büdös sajt stream lesz, az is különleges. <laughs> az jó, mert a büdös büdösséget, büdösséget büdös. pont át tudod adni streamen. Így van. Kábé az, hogy ok rendezel. Aztán holnap reggel pedig... Hát így stream. Szírják le a droggal. <laughs> Nem tencet? Ezek, ezek kellene. Ezek a stimuláló Ez A zene, mai zene is tök jó volt. Családbarát zenei Twitch. Ja. Mit szóltak ahhoz, hogy tegnap leállt a Facebook, az Instagram és a... a... Mi még be? Én nevettem, mert pont gép előtt ültem, nagy gép előtt, és így néha van, hogy a kezembe veszem a telefont, elkezdem görgetni, és így görgetek egyet, és így nem is láttam még ilyet, nem, tudtam, hogy hogy néz ki a Facebooknak a bejelentkezési felülete, annyira nem. nem. Igen, mert mindenhol be vagyok jelentkezve, és nem szoktam extra bejelentkezni. És akkor így görgetek egyet, és így puf, kidob. mi a jó Isten ez? És így hirtelen lentről jön a kiabálás, hogy Barna! Már is kérdezte, hogy, izé, hogy neked se megy a izé. Ez olyan furcsa, egyből mindenkinek feltűnt. Szóval, hogy a Gréta is egyből küldte iMessage-en, hogy akkor nekem is látta. De ez azt jelenti, hogy konkrétan mindenki ugyanakkor pont messenger-ezett volna. É, de, 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 amúgy igen, amúgy gondolj bele, hogy a, nem is a Facebook, oké, okay, Facebookon, Facebook, -kal, Instagram, a tiktok -kal is sok időt eltöltünk, de mennyi időt eltöltünk messenger? Tehát, hogy bárkinek írni akarok, bárki bárkinek sok. akarom menni a kapcsolatot, első a messenger, második az iMessage. Ezen gondolkoztam, hogy... Ez, vagy attól függ, Ezen gondolkoztam, van. hogy akarok egy olyan videót csinálni, hogy egy-két hétig uh, ilyen régi telefonra visszatérek. Tudod, ami is ez a felcsúsztatható régi Sony Ericsson, ja, vagy valami. Ez jó. És, uh, jó, semmit nem fogsz és, és igen, ezen gondolkoztam, hogy amúgy mi marad, akkor a telefonhívás, meg SMS küldés. Meg a Snake. N meg az MMS. Oh, Oké, okay, de, de hogy hol ezen? kapom az információkat, 98%-át, az információknak a 98%-át messengeren. Szóval, hogy azonnal elesek kb. a, így a körülöttem folyó hát dolgoknak. Tehát a baráti infókról. Baráti infók, meg akár tényleg az, hogy akkor mit én nem csináltam meg a thumbnail akkor fel kell, hogy hívjatok engem, vagy Jó, valami ilyes. Tök akkor... Jól lenne, akkor légy, ne csinálj -e. Nem, meg fogom csinálni, meg fogom én, csinálni, én, csak tényleg a messenger nélkül kicsit így, így nehéz. Én el. olyat akartam, hogy felveszek egy videót, a leges-legelső videós eszközeimmel. Megvan, <laughs> Nagyon régi webcammal, ilyen Megvanna. hama mikrofonnal. Az hát valahonnan szerzek olyat, tudom, hogy miket használtam. Hát és hogy mennyire, kezdtét. mennyire, milyen minősége jó. jó Jó, hát mivel kezdtétek? 2000 forintos, van egy ilyen olyan vékony hama állvány, nem viccelek. De el, a kamera én. mi volt? Mint, mint a kábel a kamera az valamilyen webcam volt, most így hirtelen nem tudom, valamilyen Logitech, vagy Logitech, nem tudom ki, hogy mondja, mindenki más mondja, webkamera, ilyen kis egyszerű kis Én egy kölcsönkért GoPro kezdtem. Na, már jó van. Azt használja jó Azért kezdtem, mint. Azzal. Elon mert, kirakta, amikor leállt az egész meta, kirakta Twitterre, hogy aki, aki ezt olvassa, az tudja valami ilyesmit írt, hogy aki, ezt olvassa, az tudja, hogy a mi működnek. Azt hogy ez a fennakazás, ami neked tényleg csak arról szólt, hogy egy-két havárnak nem tudtál egy hirtelen írni, Elvileg problémákat okozott magyar vállalkozásoknak, hogy, hogy, ilyen számlákat nem küldtek ki, meg ilyesmi, meg elvesztek számlák, meg nem tudom micsoda. Meg hirdetsz azért a Facebookon, szóval van, aki nem is az, hogy most oké, te felraksz valamit a 15 ezer forintért egy hétig hirdeted a vállalkozásodat, oké, kibírod. De aki több millió forintot hmm. elkölt arra, hogy, hogy, komoly Facebook marketingre, meg Instagram, milliót. akár az, azoknak ez mekkora kiesés. Nyilván kompenzálják, de mekkora kiesés. Plusz azért egy ekkora cég itt van, hogy, hogy, e -hogy állhat meg? meg ilyen? Igen. Nekem az az érdekesebben, hogy egy egész országban, nem tudom most külföldi országokban is, de hogy tényleg ekkora helyen leáll valami. Igen. Mert az általában ezek a szerverek azért le vannak bontva úgy, hogy Persze. Magyarország. Igen, meg, meg hogy ekkora helyen, meg hogy ennyi ideig. Talán. Ó, oh, bazd ott hagytam az egyik nagyon különleges sajtot. Hát te akkor venni ve nem, nem tudok, az, az, kintről van. Hát akkor hazamérsz Az kérdéken. egy szarvasgombás sajt. -a, a, adtam volna. Utálom. Utálom. Egyet, egy két kaja amit nem szeretek, szarvasgomba is kell. A bírból. szarvasgombat imádom. Nagyon jó, Miért imádod? <gül> <Menök>. <gül> Beszéljünk erről. Nem kell. Na és a másik, amúgy tényleg sokan írtak, hogy azt hitték, hogy feltörték. Én is azt hittem, vezettem és hívtam. Ábel el írtam, Barnit hívtam, hogy ö, mi történik, mert általában a feltőnek az pont így néz ki kijelentkeztet, és akkor nem tudsz belépni. Tehát pont, pont így néz ki. Én ott nyugodtam meg, hogy az Instagramban az nem kijelentkeztetett, hanem csak nem töltött be. Na. Úgyhogy az megnyitató volt, de, de... Van ez a weboldal, ez a whatisdown.com, uh -huh, uh -huh. és akkor ott láthatod, hogy hány bejelentés van az adott Komolyan uh -huh. van oldalra. Komolyan? Steamnek is van, Steam is down, meg ilyenekért. Wow. Bocs, még valami. Milyen... Írt, írták, és ezt erről két percet beszéljünk már. Igen. Ezt kihagytuk valahogy a hét elején, mert ez a te hibád Mi a véleményetek? Elindult a forma egy. De hát nem hiába hagytuk ki, én hozom a témákat, és mivel én nem vagyok... Ja, akkor ne beszéljünk erről, akkor beszéljünk. Én, mivel ne, engem mivel nem nagyon érdekel a Forma úgy gondoltam, hogy átsiklunk rajta. Na, de mondjátok! Szóval... Én megnéztem, én vele nem néztem végig a futamot, elmondom majd lassan, hogy miért, aztán rájöttem, hogy hibáztam is, hogy nem néztem végig. Szerintem az időmérő nagyon jó volt, nekem nagyon tetszett az időmérő, még akkor is, hogyha szokásos módon... Tapenye, de, de úgy látszottak így a, a kis, nagyon szoros a mezőny most. Azt kell, szerintem az nagyon jó, ha, hogy ügyen. az első embert leszámítva, utána nagyon szoros a ja. mezőny, talán nem volt még ennyire szoros az elmúlt években. Én láttam egy TikTokon egy videót, ahol valaki leragasztotta az azt első helyet. Lát, annyit láttam a formájban, mondom, hogy jó, És akkor én nem akkor azt mondta, hogy innentől kezdve izgalmas. <laughs> Igen. Aztán rájöttem, hogy én, én kik, bevallom szerintem kikapcsoltam a, a futamot, mert egyrészt nem volt egy izgalmas futam, másrészt meg a szokásos, Ferstappen, nem tudom, 25-30 másodperc a, a 25 többiek fél. előtt. Vannak fenn videók, hogy mennyi De a... De hogy a... csinál ennyivel jobb az autója, vagy ennyivel? Ennyi a jó, jó pilóta. Jó, jó, jó a pilót, nagyon jó a pilóta, és nagyon jó az autója. <clears throat> és uh, utólag jöttem rá, hogy ez se egy jó hozzáállás, hogy most nem nézem a formáját, mert hogy, hogy valaki ennyire jó, hanem szerintem, ahogy annó, a Hamiltonnál is örülni kell annak, hogy valaki most éppen lehet, hogy történelmet ír ezzel, hogy ő minden egyes futamot meg fog Köszönöm nyerni. szépen a megvilágosodást. Tehát jobb pilóta, mint Hamilton. Nem. <laughs> Tehát miért hagyadik lett? Hamiltonnak nem hivatalosan 8 WB címe van. Nem, Hamiltonnak 7 VB címe van. nem hivatalosan 8 WB címe Nem hivatalosan olimpiát nyertem. Na ezért nem akartam elkezdeni ezt a témát. Na mondjátok nyugodtan. up-ennek még nincs annyi. Hogyha egy szinten lesznek, akkor lehet, Igen, hogy Igen, a... csak hány éves Hamilton? Ez most nem érdeke, plusz. De még Hamilton is hány, nyerhet. Hány perc. Ja, még versenyben van? Nagyon jó, ez igazad. <coughs> nem arra akarok reflektálni, hogy azt nyilatkozta még a futam előtt, meg az időméren minden előtt, hogy úgy érzi, meg lesz a nyolcadik, és meg is lett. Utána láttam ő egy TikTokot, hogy jól megérezte, mert nyolcadik lett. De... És tényleg. De nyolcadik már megvan neki. Aki, aki tudja, hoppa, az aki mert, tudja, nincs azt tudja. Nincs meg. Tesó. Nincs meg. A legnagyobb Tromfosztás volt a sporttörténelemben, ami Jó, ott történt. Jó, az szabály szerint, ebben a belementünk, az igaz, hogy azt a négyet elengedték, ugye szabályos volt, hogy a, a lekörözötteket elengedik. Az nem volt szabályos, hogy a hátul lévő lekörözötteket nem engedték el, de ha azokat is elengedik, ugyanúgy állnak egymás mögött, ugyanúgy szabályosan Nem valószínű, mert, mert ha el kell engednie, akkor viszont plusz még egy kör lett volna a végén, és akkor már nem engedik el a mezőnyt újra versenyezni. De ami de szabály most, szerint történt volna. jó, igaz, de a <coughs> nagyon sok, sok körig vártak, hogy elengedjék azt a négyet. Tehát ha rögtön a szabály szerint elengedik az összeset, akkor viszont nem kell ennyit várni, akkor már egy kör alatt megvannak. Igen, de ott úgy jött ki volna a lépés. Ez más, változtattak a szabályon, taktikai hiba ezzel volt. megbuktatták a de mercedes A Taktikai hiba volt, hogy nem cseréltek gulit. Aki tudja, az tudja. <coughs> Komolyan. 50-50, azt mondom, hogy 50-50. De egy kicsit a nem, nem. nem. 50-50, de ott a le lehet nyomva. Hát azért egy VB cím végén, no, amikor se. ennyi múlik, azért... Felült az a és, magángépér, és, és, és mondta, hogy basszus! Ami vannak ilyen mit, hogy uh, real time-ban utána mennyit, mennyi ült, mennyit egy helybe a, a, kocsiba, és valami két, két és nem tudom hány, két, több mint két percet, így néma a ül a verseny után. Igen. Hát, hát igen, mert egy győzelemre volt, volt a, 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 <coughs> a Sumárnak a rekordjának a meg, megdöntése. Ja, Jó, <coughs> rohadék vagyok, Biztos nehéz lehetett feldolgozni, de azért vannak emberek, akiket sokkal jobban sütjük. Biztos, hogy vannak nehezebb sorsú emberek, igen. Így van, szóval azért... Nem majd jövőre kíváncsi leszek. Arra tényleg kíváncsi leszek, hogy a Ferrari-ba... Formáig... Hot Stream holnap reggel hétkor! már komolyan! Ma 17... Várj, kom... adok zenét, Oké, okay, egy pillanat, ez most komolyan, de ne nem a menjetek el, maradjatok itt. Only time, írva, hogy only time. Maradjatok itt. Ma 17-18 óra körül. Ja, hát, so, nézd. Ugye ezeket a komoly témákat ö, sokszor telefonon olvasgatjátok, hogy éppen mi történik a formában? Az iskolába akár. Igen, is következik. Igen, igen, az iskolába. Igen. És hát történt Angliába, hogy ö, egy olyan programot indítottak el egy iskolába, mindjárt mondom pontosan melyik iskolába, ami arra készíteti a középiskolásokat, hogy óra előtt leadják a mobiltelefonjukat. A, a lancashire Mount Caramel Római Katolikus Gimnázium a tanév elején hajtotta végre azt a kísérletet, amiben az alkalmazottak és a tanulók szerint óriási sikert adott az a program, amely arra készíteti a középiskolásokat, hogy leadják mobiltelefonjukat. A tanulók azt mondták, hogy nagyobb a fókuszuk, és kevesebb a zavaró a tényező. A munkatársak úgy vélték, hogy a tanulmányi előnyökön túlmenően nagyobb biztonságban lehetnek a gyerekek az olyan problémákkal szemben, mint például az online zaklatás vagy visszaélések. Az angliai iskolák a múlt hónapban új kormányzati útmutatást kaptak a mobiltelefonok iskolai napközbeni használatára, és hát itt vannak ilyen... Néz, itt, de mi... hogy reggel bemegy a Igen, a, a itt van neked a kis, kis dobozok, a... A... látod? Mint egy ilyen cipőszekrény, ahol cipőket berakod. cipőszekrény, so. és akkor uh, reggel bemegye, vagy nem tudom pontosan, hogy most ez reggel bemész, és egész napra szerintem nem órák szerintem előtt. ez, én azt tudom elképzelni, hogy ez benn van az osztályban. Igen és akkor óra előtt rak be oda a telefonodat a kis, ez egy ilyen szekrény képzeltek el, tök, mint egy cipős szekrény, csak sokkal kisebb hely van benne, és csak egy a telefonok így be vannak rakva. Azt nem tudom, hogy itt a kép aláírás az pedig pont az, hogy minden reggel beteszik egy zárt szekrénybe a telefonjaikat. Akkor viszont lehet azt utána lezárja tanár, hát gondolom, a tanár? Hát gondolom, hogy biztonsági okokból is zárják le, hogy a telefont ne, ne tudjon bárki hozzáférni a telefonokhoz meg azért is, hogy tényleg a gyerekek ne akarjanak hozzáférni a telefonokhoz. De hogy itt, itt tényleg nem az a durva, hogy ezt megteszik, és akkor kin keservesen a gyerekek végigbírják, hanem a gyerekek is azt nyilatkozták, hogy ők jobban érzik effektíve magukat, mert hogy jobban oda tudnak figyelni napközben. Nekem az a furcsa, hogyha visszagondolok, a mai világ azért azóta fejlőd, fejlődöttebb, meg, meg több gyereknek van telefonja, mint annó nekünk szerintem, de hogy én így az osztályba Hát egészen, még gimibe sem nem nagyon görgettem a telómat. Yeah. Oké, okay, hozzáteszem, mi laptop osztály voltunk, szóval én kodoztam benne szünetekbe. <laughs> az de... akkor az a, nem jó. Majd erről is mesélek, <laughs> Ugyanaz. De, de így arra nem tudok visszaemlékezni, most ilyen függően a, a, laptopot, a, bocsánat, a telefont görgettem volna, viszont az megvan, hogy laptopon non-stop, például a Facebookon, a Facebookot nagyon sokat néztük, meg játszottunk. Középiskolában már e, laptopon jegyzeteltetek? Nem, vagy? nekünk úgy volt, hogy hát a Ausztriában az iskolák, hát igen. az a nyugat. Igen. Na. Nem Gyönyörű, a fejlődő. A hanyatló nyugat. Unzere klasse vászó encigátéke. Na, a csengése is. Igen igen. igen, igen, tényleg. Hogy a gimibe érettség előtt három évvel bejött az, hogy laptoposztály vagyunk fixen. De ez mit jelent? Az, hogy laptopot Így. Hadd. A matekórát matek, matek leszámítva minden órán kim van a laptop. És jegyzetelhetsz. És jegyzetelhetsz, ja, írhatsz, nagyon sok mindent azon csináltunk. Volt olyan dolgozat, amit úgy írtunk, hogy volt egy program, amit elindította a nagygépen a tanárnéni, és azt az összes laptopra kiküldte, és ö, adott 50 percet, utána lezárta, és hogyha nem adtad le időbe, akkor, akkor vég, akkor. Értem. Ö, nekünk ö, ilyen nem volt. Na, nagyon jó K volt. Én szerettem, középpis... és és nem, nem bocsánat, nem igen. volt. Ö, káros. Most szóval nagyon sokan azt hívnék, hogy jó, akkor idő, játszotok, ó, nincs időd játszani ah, ó, óra közben, ah. hogyha nem jegyzett, ez akkor meg. Mi box. van, ha valakinek nem volt laptopja, vagy egy családnak mondjuk a gyereknek Ö, nem nálunk, volt hát pénz laptopra. Jó, osztrákoknak volt laptopra. van, de hogy... Nálunk nem volt olyan, akinek nem volt. Arra emlékszem, hogy volt valami olyasmi ajánlat, hogyha nem tudsz saját laptopot venni, akkor talán tudsz bérelni, vagy kapsz, vagy valami ilyen mókolás volt. is. Biztos, kibérlem egy napra, jó? Viszont ott például egy MacBook se volt. Mert az nem volt kötelező nem volt a Windows-os gép, de mivel mindenkinek az volt, ezért szerintem, hogyha megbukod lett volna, nem lehet, hogy egy-két dolog belakadtál ne? volna, vagy hogy például valamelyik XY nem Valószínűleg, tudom, Valószínűleg nem tud, Gyakor, hogy miatt nem megy. Tükrözni a te gépedre a nem, nem, volt nem, tükrözve meg, semmi. program nem működik. lehet, hogy a Igen, lehet, hogy egy program, van. ami amúgy Windowson működik, igen. például volt, hogy kódoltunk valamit egy órán, az lehet, hogy megbukon nem ment volna. Ja, ja de ez Úgyhogy csomó így... ilyen, a iskolákban azért nem úgy vannak. Tehát a iskolai programok legtöbbször Amerikában nyilván ott azért nagyon építenek a megbukra, mert nagyon sok támogatást adnak a a MacBookokra, az Apple, meg minden Apple termékre, de, de hogy így, igen, így, így, Európában nem annyira épít, nem arra építenek az egyetemek suriba, föl, suriba igen, 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 hogy most megírjuk ezt a programot MacBookra is, hanem legtöbbször Windowsra van. A laptop osztályra visszatérve, mi hivatalosan nem laptop voltunk, hanem kézzétek el, hogy mi ugyanúgy az utolsó nulladikos voltam, és az utolsó három évbe, tehát én 5, 5, 5 évig jártam a középsúlyban, nem négyig, az utolsó három évben rávettük a igen, a mateknál kívül kb. mindenkit, meg a közgáz volt közgáz tanárunk is, tehát tényleg az irodalom, nyelv, irodalom nyelv, tan, történelem. Rávettük a tanárt, hogy ö, hátul ültünk, a De az volt a jóslat. Igen, hogy Aha. mi abba jegyzetelnénk, mert hogy gyorsabban írunk. Aha. Na, Hát ez ö, elég komoly vovozás volt Van, három éven gondoltam. keresztül. Gondoltam, hogy az a baj, hogy ilyenkor nehéz, nehéz, mert a tanárnő elnézést. megengedi egy valakinek, akkor a másiknak is meg kell engednie, de lehet, hogy az egyik tényleg jegyzetelni akar rajta, mert, mert úgy van hogy tényleg gyorsabban jegyzetel, Mi meg könnyebben levezeti. De mondjuk van az tényleg, aki, aki visszaél a helyzettel. Így van. És, uh, Így van. És akkor túl, 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 Igen. Vissza. Ezt belátom. Igen. És hátul bovoztunk. Hú, de imádtam. És akkor kérdezett valamit, azt ott épp a BG közepén azt sem tudtam, hogy hol vagyok. És általában azt csináltuk, hogy utána pedig elkértük a lányoktól, és nagyon köszönjük nekik a mai napig. A lányoktól ők kézzel, azt elgértük, lefénymásoltuk, és abból tanultunk. Istenle. Akkor megérte a laptopot bevinni. Na, hát, amúgy tíbe? amúgy Tök érdekes, hogy régen, amikor suliba jártunk, én rüheltem suliba járni, nem szerettem, gondolom, ti nektek se a kedvenc időtöltésetek volt. Amu nem de vár, vár, bőmenni, igen, de, de most, hogyha visszagondolok, ha visszatekeretném az időt, biztos, hogy a 4. osztálytól nyolcadikig általánosban meg a gimibe mennék vissza. Én, a annyira nem jó. Jó. én a Nekem annyira nem jó nem volt, hogy, hogy Fú, nekem nagyon nagy úgy trauma úgy. volt a GIMI szerintem. Jó, én ott tényleg megérkeztem úgy egy francia gimibe, hogy hogy én alig beszéltem ott franciával, szóval ott az már valószínűleg egy ilyen traumatikus élmény volt. Utána persze megismertem mindenkit, meg, meg minden, de annyira hajtani kellett, hogy utolérjem az osztályomat, az anyanyelvű francia osztályt, hogy tényleg nagyon nehéz volt. És én, én nekem rendszeresen van még mindig ré, rémálmom arról, hogy ugye ott 14 tantárgyból kellett érettségiznem, mint francia nyelven, és hogy rendszeresen van a rémámom azzal, hogy ö, filozófia ö, ö, diszertációt kell írnom, és nem tudok már egy szót se franciául. Szóval, Hírják <coughs> közben, hogy nálunk ez már évek óta működik. Öt-kötően, nyolc osztályosok reggel leadják a telefont, és utolsó órán visszakapják. Hoppá. A telefonokat dobozba gyűjtik össze, ha baj van, a szülő hívja az igazgatót, osztályfelnőket, blablabla, bla. akik értesítik a gyereket. A telefonokat a tanár... Taná... Tanáriba tartják, a kamera van, és mindig vannak bent tanárok. A diákok sokkal több időt töltenek kint, beszélgetnek, és zajlott az élet. Ez szerintem nagyon Elég jó. Elég jó döntés volt a Suli részéről. Szerintem is egy jó döntés volt. Szerintem ez nagyon volt. jó. Csak én főleg, én... főleg egyébként általánosban most nem azért, de egy, egy 12 éves kortól 18-ig. Mi lehet az a cseszett fontos dolog egy gyereknek, amiért ja, telefonoznia semmi. kell? Semmi. Most az, hogy 18 év után <coughs> már oké, okay, edzésekre kell eljárni. csak nem ha... történik valami életbevágó. Igen. Azt számít. De, de tényleg ez tök jó. És itt is az, hogy ezt is egy tanuló írta. Szóval nem az van, hogy akkor egy tanárok kitalálták, és azt mondják, hogy Ja ez nagyon jó a diákainknak, diákjainknak, hanem hanem tényleg az, hogy a tanuló mondja azt, hogy amúgy tényleg jobban érzem magam attól, hogy nincs ott az a konstant stressz, hogy, hogy ott van a telefonom, és nyomkodni akarom. Mert hogy kell kijátszani. Írták, hogy valaki póttelefont leadott. Be kell vinni két telefont. De tudod, de érted, hogy szomorú volt. Le, leadsz, leadsz, leadsz egy ilyen Nokia 3310 10 Persze. Tudod, amikor már mindenkinek For, én, fordítva, én fordítva, én fordítva csinál. Nem, nem. De... Ez, figyelj, na jó, azzal egyetértek, hogy amúgy, igen, tehát nehéz most ebben belegondolni, mert nálunk még ennyire nem volt elkorcsol, nem, elkorcsol. ez is jó, hogy általánosban valaki betiltaná a telefonokat. Nem, általánosban? Nem. Nem, mert hogyha a hazajutás, meg szóval ez és szerintem egy jó módszer, hogy leadja, és hogyha bármi van, akkor el lehet az érni a gyereket, szóval igazgatom meg osztályfőnökön keresztül, de, de hát igen. Te Öl... ki játszanád akkor a rendszer. Én, én, biztos, hogy nekem az a... Az a... Ha van bemenni, ezért. iPad, Macbook, <laughs> Apple TV, <gül> <gül> mi a monitor, Apple monitor? A Pro Display, vagy mi az? Nem tudom, mi a neve. Mindig. Az Apple-nek van az a nagy monitor, azt így bevinni a hónalat. <laughs> Írták ezt a, igen, ezt a póttelefon csak rossz, hogyha már ezt így egyből kiadott e játszani, nem? Az hogy nálunk még nem volt ennyire elkorcsosulva ez a dolog. Tehát most már tényleg a hugomnál látom, mert általános is kell Persze, mindenki nyomja. TikTok. Minden Meg a platform is azért válogatja, azért Facebookon Jó tudtál görgetni, de azért a Facebookot egy 10 perc után, hogyha végigörgetted a napi bejegyzéseket, majd én visszakeresem lények. Nálunk még az volt annak. nálunk, akkor még iPhone-ra egy csomó embernek nem volt pénze, de nagyon nagy dolog volt, akkor hogy az iPhone 3, aha, uh -huh. az volt a legelső talán iPhone. iPhone 3 volt, ha igen. igen. 3, 3, 3G. G. Nálunk az volt, hogy a, az iPhone ö, az, az nagyon drága volt akkor, amikor bejött, de iPod volt az iPod Touch, ami Igen. ugyanaz volt, mint az iPhone, csak vékonyabb, és nem lehetett rajta. Fú, de szerettem az iPodokat. Én is, én is. És az iPod Touch-on azt vett mindenki, mindenkinek az volt az osztályba, és azon igazából ugye internetünk az, az ö, én megoldottam a wi t úgy az osztályba, mázli volt, mert volt egy, egy ilyen internetkábel ajzat, nem tudom, hogy a neve. Aha. És kétszétek, ilyen még soha nem volt, de tudod, a routert be kell konfigurálni. Uh -huh. Tehát, hogyha veszel egy új routert, vettem egy vadúj routert, bevittem, bedugtam, és hozzá se kell nyúlni, ment nem. De ilyet még nem láttam, mentem. Még van az a 192. a kiálló kábelbe? nem, vittem kábelt, tehát volt egy, amiben a kábelt bedugod, vittem egy kábelt, összekötöttem a routert. Ha, mert az nézé. nem is kellett semmi, 192.168. Te magaddal? ott De... hagytam, és lejelszavaztuk. És ott volt a, a osztálytermünkben, és akkor... És, sőt, még volt olyan is, amikor, amikor 200 forintot kértem a... a... Na, ott, ott a... Kért egy közös képet még <laughs> tíz évvel ezelőtt. <laughs> 200, forintot... 200 forint. Ez hol volt, Barni? Itt, itt, itt úgy néztek ki, mint egy kedves Apa, pár. Sopronban volt. Hát itt pár. valami a... vagy nem tudom, és Bécsbe elment vásárolni. Kaptatok pénzbüfére, zseppénzt? Persze. Én igen, 100 forintot. Én egy ezres minden nap. Én 5 eurót. Hát basszus, ez... ez <laughs> az, 5 euró. jó, de ez, drága, én az 500 forintból vettem egy rántott húsos szendvicset 250 forintért, meg még mondjuk egy üdítőt, vagy valami. Mi? 250 forint no. vagy egy rántott húsos szendvicset? Én akkor most kaptam is annyi. ezrest, most is kiavítom magam, akkor kaptam ezrest, hogyha nem volt ideje anyumnak csomagolni, vagy nem volt, vagy hosszú nap volt, 8 óra, vagy, ne, vagy utána rögtön kellett mennem, vagy amikor nem volt idő, hogy csomagoljon nekem, akkor adtak egy ezrest, abból emlékszem, kijött egy meleg szendvics, 3.30, kijött egy üdítő, 250 kb, és kijött egy valami... Sör. A... <gül> <Tüske>. <gül> a kijött a tüske, a royal. Nem, kijött még, kijött még valami kis édes. és, és regge... <laughs> Reggelente anyukátok csinált reggelit? Nekem igen. Tízből hétszer, ig nem, Bocsanta. háromszor igen. Nekem igen. Jó, meg volt az a korszak, amikor már azt mondta, hogy ne csinálj semmit, hanem ilyen nyuszi bogyót, vagy nekem mi az. az, az e, nesquiket. Nesquiket. Ja, ja, ja. Nekem minden reggel csinált, és mindig ugyanazt, meleg szendvicset. Uh. Ahova járok, 700 forint egy rántotúzsos szendvics, ahova járok, 950, 700, 800 körül, hát, hát, hát infláció. 300 vettem még a nagy, nagy hosszú meleg szendvicset, meg sütve kecsapkal. Én meg az. a sima zsömlébe, ez a nagyon vizes rossz zsömlébe, de, de, de a rántotúzs maga jó volt, és a, a salátát is beletettek még, szóval. Szóval az volt 250 forint. És Mirelit rántott hús volt? Tessék? Mire itt rántott hús Nem, rendes. Vagy? Rendes? Rendes, rendes rántott, hús. rántott hús. Házi rántott hús? Rántott hús. Lehet a tegnap, hogy megmaradt, a valami. Az, az nem akkor... érdekel, de de, 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 tényleg ez a... Ez tehát itthon a Költség Ferenc gimiből volt még. Hát én emlékszem rá, hogy amikor suliba jártam, Szerintem a, csak a szendvicsekre egy 5 eurót simán elköltöttem. Aztán. Azt, ami így mondjuk hatodik vagy hetedik óráig megettem. És utána volt egy nagy szünet, egy félórás nagy szünet, ott még egy 5 eurót egy kebabra mondjuk el, elköltöttem. <laughs> akkor mínuszba jöttél ki. Hát én nem, anya igen. Ja. <laughs> ha, Hamerom. Ha, ha, ja, hogy azért odaadták a bankkártyát, hogy fiam, be, begyi... Nem, te vagy, nem, egy nem, nem. Ki rendesen. mindig bármit. 10 eurós kaptam, vagy 5 eurós. Hát akkor Háro, 200, 300, voltam, 300, 300 volt 350 az <laughs> euró. 1500 Most is annyi. 393 te volt tegnap már. Hogyha így elvenné, mondjuk itt be kell sétálni. 10 éve 250 volt az euró, nem? 300, emlékszem, hogy 300. 3-mal kellett szorozni. 1500 fót kaptál, meg volt, hogy 3000 napra. Na, szóval, hogyha itt most, vagy munkahelyen ezt megcsinálnák felnőttek között, telefon, szem, telefon elvétel, ez kivitelezhető, nem. akár, hogy, hogy, hogy arra négy-öt órára, amíg az ember bent dolgozik, elvegyék tőle a telefon. Ja. Ah. Szerintem itt tényleg, tényleg az a fontos, a fontos, hogy gyerekek is nem tudják kontrollálni abban a szempontból magukat, meg hogy tényleg nem tudnak, nincs önmegtartóztatás gyerekeknél. Egy felnőtt lehet, hogy azt mondja, ú, uh, 15 percet pörgetem a TikTokot, vagy fél órája pörgetem, hogy lerohad az anyám, abba hagyom. De a gyereknél lehet, hogy ez nem jelentkezik, és akkor órán is végig nyomja meg. meg szélek, szerintem a, a, a telefon annyira munkaeszköz lett mindenkinek, hogy akar vagy akaratlanul telefonnal csinálsz meg a munkában nagyon sok dolgot. Az is igaz. Nyilván nem, a, nem a nem egy kőműves, meg nem egy burkoló, de akár még lehet, hogy ő is. Például ben. a telefonban van ugye a, a measurement, igen, meg a jegyzetelés, hogyha valami gyors és, hogy miből áll, le akar mérni, kell... csak hogy köbö mennyi, azt azért lehet, hogy telóval sokszor valaki lemérni. Meg a jegyzetel, miből mennyit ja, kell venni. Meg... Kommentelt valami Harry. Tegnap belefutottam TikTokon, nem tudom pontosan mi a neve, valamilyen öcsi. Neked még mutattam is. Egy ilyen nagy darab ember, nem tudom, hogy mit dolgozik, és tök érdekes, hogy bemutatja mindig, hogy mit visz magával a munkába. Nekem mutat. Nem Aha, nekem. hogy milyen szendvicset rakott össze. Nem, nem mutattam nem tegnap? Nem ne, tegnap ott a kanapén mutattam neked. Na és mi volt ez a szendvics? Hát tök érdekes, nem, nem, ennyi. <laughs> <El akartam> <laughs> Ö, kérdezik, hogy Harry, hova jártál középsőjében? A közgázba jártam Vácon. Közgazdasági szakkozó. Első a király, közgazdasági szakkozépiskola, és akkor még gimnázium. Oda jártam, nagyon-nagyon szerettem, kivéve a közgáz órákat, az nem annyira, nem a tanárok miatt, hanem az nem én voltam, az a könyvelés dolog. hogy a közgáz, a másik két gimi mellett, addig válaszolok. Azért a közgáz, mert ö, ö, ne, én szerencsén nagyon jó pontokkal mentem tovább, tehát igazából bárhova mehettem volna, még akkor ugye a sport is ott volt, nagyon sok plusz extra pontot vittem a sporttal, és a boronkai madács és a közgáz között ment a választás. Viszont annyira nem tudom, mi akarok még lenni, hogy a, a boronkaiba nem akartam menni, mert azért ott az. az a műszaki irány az érdeked, de az annyi, annyira nem akartam ö, ennyire fix irányba menni, tehát azért az egy nehéz iskola, és ö, ha nem szeretem, amit ott tanítanak, akkor, akkor miért oda menjek, ez volt az egyik indok. A gimibe, a, a madácsba azért nem mentem, mert ott azért volt fizika, ö, biológia, kémia, akkor még kötelező nem tudom most hogy van, és azokat utáltam, tehát hogy nem is akartam tanulni, és akkor ezért maradt a közgáz, ami Vácon egy ilyen, mit tudom én, harmadik helyen lévő De iskolika. mi tartozott bele? Könyvelés? A, annyi tartozott bele, hogy minden üzemgazdaság, gazdaság, úgy, két, 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 üzleti gazdaság, meg, meg közgazdaságtan. Ez a kettő plusz óra volt emiatt, a többi az ugyanaz, mint máshol, csak nem volt például biológiák, nem volt. Mert nekünk megjel. például ez a könyvelés, meg az üzemgazdaság volt a fő tantárgy. Az az, ami majdnem minden nap volt, az volt a legtöbbször a héten, én én és az volt a legnehezebb. rohat nehéz volt. Nem szerettem. És utána év végén, összevonták a kettőt, szóval meg kellett volna például egy, az érettséginél egy cégen belüli problémát, hogy te például alapítasz egy osztrák KFT-t, ahhoz mennyi pénz kell, van egy ilyen dolog, mit csinálsz, mi a lépésed, hogy oldod meg a problémát, és utána könyveld el az egész szituációt. Fú, Na, én már nem nehéz. is emlékszel. Nagyon nehéz volt. Fú. Én azt tudom, hogy <coughs> én mindig négyes-ötös tanuló voltam, inkább ötös, volt két négyesem kb., egy négyesem volt az érettségibe is, de a, közgá a közgáz órákban volt olyan, hogy annyira nem ért. Volt olyan óra, Ativa, ami nem annyira kedveltük, volt olyan óra, hogy bejött a tanárnő, tudta, hogy mi nem annyira kedveli ezt az órát, mm -hmm. Mm, ma, ez a kedvencem. És akkor tudta, hogy te legyen. nem én, nem Attila. Ja. Á, Attila, gyere, gyere ki. Á, tanár, nem tudok, semmit nem tok egyes. Jó van, Attila, egyes. Hmm, házi feladat. Nem is próbálkozott Ki, <laughs> én <Készen gül> legalább kimegyek Én is kimegyek próbálkozni, azt és, és úgy egyes. <laughs> házi feladat, mindenkinek készen van? Föltettük a kezünket. Egyes, egyes. Oké. Okay. Erre mondja Ati, tanárnő, ha még egy egyes bemer írni, én felállok és kimegyek a teremből, esküszöm. <laughs> <Sziasztok. gül> <Sziasztok. gül> és mondta, de ez már a, vége fele volt, a érettségi fele, Mit mondtál Attila? Az, hogy mit kell ennyi egyesben még egy egyes be írni, ki a teremből. Jó van, feleselés egyes. Ati fölállt, de lassan, mamutosan, komotosan összepakolt, felrakta a háttáskát. Mit csinálsz Attila? Mit csinálsz Attila? Fölvette a táskát, szépen lassan, Kib így, de így kiballagott, visszanézett és izomból, izomból be az ajtót. Ez Jó, -e. ez pofátlásnak ne csináljátok ilyet. A tanárnő utána elket menyes, szeret, nagyon, amúgy jó fejtanár volt, és uh, semmi gond nincs vele. Ott szorogatta az egyeseket, mert látta, hogy nem annyira érdekel minket. Az nem volt annyira szép, de mindjárt mondom a ellenoldalt. El kellett mennie rögtön, óráról kiment, annyira fölment a vérnyomás, hogy rosszul lett. Tehát annyira fölideges tette az Ati, hogy megmeri tenni valaki. Ja, a tanárnak? A tanárnak. Ja, ati kintült, az Nekünk volt egy, nekünk a matek tanárunk, aki egyébként tényleg egy zseniális elme lehetett, mert így hát, vágtam matekot. Reggel 7.40-kor, ugye 8-kor kezdődik a tanítás, 7.40-kor, amikor mi érkeztünk a suriba, ez a tanár helyi kis kocsmába, ami a suri mellett volt, állt kin, kávé, valami kis, biztos volt egy kis I itóka is. Napindító. Kis cigi. Önindító. Így állt. Mindig köszöntünk, hogy jó reggel tanárul. úr. Matek kezdtünk, és ő annyira szigorú volt, hogy bejött az osztályba, és ő úgy, nézt, úgy ellenőrizte le a házi feladatot mindenkinél, hogy valakinek elkérte a füzetét, és ő az alapján javította, igen. és az adott embert mindig kívta a táblához, hogy oké, okay, ezt viszont oldd meg a táblánál is. Ezzel rájött arra, hogy lemásolta-e a házit valakiről, vagy pedig ő tényleg otthon meg tud oldani ezt a feladatot. Oh. És nagyon sokszor volt olyan, hogy a, a Gábor, a, találkoztatok Aha, már, igen, az igen. egyetlen magyar osztálytársam, hogy... Ja, hogy ti már ott osztálytársasok? Aha, sok aha, aha. Ja. és ugye mi azért vonaton reggel, mi, mi másoltuk le egymásról a ja, ja, ja. Gábort kihívták a, az a táblához, és hát akkor na, magyarázd el, Gábor, hogy hogy, hogy, olyan meg ezt a feladatot, és ilyet nem láttam. Nem szólt semmi, ne. tudta, hogy most vagy elkezd beszélni, és rossz lesz. Szóval, hogy tudta, hogy ő megszólal a baj lesz, és <laughs> és annyira begurult a tanár, hogy megfogta a füzet, és egy így azt, azt a így messzibe, így eldobta az egészet, Ííj. és hívta ki a következőt. Jó, basszus. A... a... Mondta, <laughs> hogy van egy ellenoldal igen, a igen, visszatérve a tanárnőre, utána viszont, miután rájöttünk Attival, hogy ez a stratégia, <laughs> nem annyira jó, hogy évvége fele, hogy ilyen 3-4 egyes szerzünk <laughs> per óra. <laughs> Rájöttünk, hogy valamit kéne csinálni, mert hogy meg fogunk bukni. Tehát tényleg, ott egy 4-es, 5-ös tanuló, Ati nem az volt, de ő is egy 3-as, 4-es tanuló volt, inkább 4-es, négyes, de egy 4-es, 5-ös tanuló ott van, és bukásra áll egy tanterből érettségi előtt. Nem olyan jó. És annyit csináltunk, hogy elmentünk, tényleg úgy voltunk, hogy akkor összeszedjük magunkat, elmentünk két korepetálására a tanárnőnek, ami volt így ö, délután, amire ja. nem sok embernek van az én után. Megtanultuk, Ö, tényleg két korepetáló órát megtanultuk, és a kövi egy-két-három órán szereztünk annyi ötöst, hogy ö, simán hármasra. Ja, hogy akkor szórta nektek azért az érzőt. Hát de nem úgy, hogy ja, itt vagytok szép, aztán mondtam, voltál korepetáson. Értem, csak hogyha valamit két mondtál. Számon kérte, csak azt visszamondtuk, amit megtanítottunk. Volt, megint, hogy ö, akár egyetemen való majdnem bukásra álltatok? Ez. Hát nekem... Ja, egyetemen. Jó ja, egyetem, egyetemen. Hát egyetemen, jó, Te de egyetemen szó, volt. Egyetemen De úgy, buktam. hogy már egyszer, nem volt a magyar egyetemeknél nincs, hogy hány, hány szó bukhatsz meg? Háromszor. Három... háromszor mehetsz, vagy négyszer? Hát valami ilyesmi. Három, három vagy a rektori engedéllyel kell menned, hogy miért vagy ilyen. De igen. ilyen nem, Mert volt. Nem hogy. volt szóval ilyen... olyan volt, hogy egyszer megbuktam a adott tantárgy és sem másodjára sikerült. Nekem volt privát jog, nem tudom, most magájog van, ilyen privát jog? Majd kiavítanak a csetbe, valamilyen jog tantárgy, ötször mehet Ausztriába az az azon az egyetemen, ahol én jártam vizsgázni, és négyszer megbuktam, <laughs> és úgy mentem el az utolsó, a, a negyedik egyébként nagyon necces volt, de utána elmentem egy ö, külön órára, én is, ilyen korapetálásra, rengeteg pénzért, nem tudom, ami 1000 eurót ott hagytam, Asztral, tényleg az nagyon az sok pénzbe hú. került, Mégző ilyen, ilyen magánóra, de hárman vagy négyen voltunk összesen, de ott, ott tényleg úgy elmagyarázták a dolgokat, hogy az érthető volt, és úgy tudtam egy hármast írni az ötödik vizsgára Ez a ilyen jogi dolog. Én, nekem is egyetlen egy ilyen izé, <coughs> média jog volt, vagy valami ilyesmi, abból buktam meg. Szóval ilyen, az nehéz. ilyen jogi dolog. Hogy magyarázod meg azt, amikor mondjuk ötödszörre mész, vagy negyedszörre mész, és a rektori engedély kell, kell írnod egy engedélyt, vagy kell kérned egy engedélyt, bocsánat, az intézmény vezetőtől, hogy miért buktál meg ennyiszer, és miért akarsz menni még egyszer egy utolsó vizsgára Mennyire, tehát hogy hogy magyarázod meg, hogy a hülye vagy. Bocs, nem nem hülye vagy, mert Lehet, visszaszívom egy egyetemiság nevűen, visszaszívom, mert van olyan tantár, vagy jogok, meg tényleg a orvos, na, orvos egyetem, most nem ilyenekről beszélek, de hogy a, mondjuk tényleg, ahol én jártam, egy egy média. Ö... Hogyha azt az alap dolgokat nem tudod megtanulni, akkor igen. Így, tehát, most... Igen, tehát tényleg alap, tehát na, ne, nem műteni kell, meg nem yeah. a római jogot kell bemagolni, hanem. Alap, yes. alap. Ez, alap, ez, alap, ez egy egyszerű igen. szak, kem... egyszerűbb szak. Be kell magolni, és akkor ennyi igazából. Szóval, hogyha oda teszed magadat, nincs olyan, hogy nem érted és, meg. És a, hogy magyarázod meg, mondjuk négyszer nem mész át egy ilyen, biztos van ilyen, hogy magyarázod meg a rektor úrnak, hogy elnézést kérek, hülye vagy. Rossz napom van. Hát, hogy rossz napom volt négyszer. Rossz, hát, hogy az ahogy... életemben jelenleg történt valami, ami miatt nem Igen, tudok koncentrálni amúgy a ilyes, vagy magánéletre, és akkor ott lehet, hogy nem tud... Csatolsz hozzá egy zsepit, hogyha a rektor egy kicsit elkönnyezni magát. De viszont van ezer órán borzomban. <laughs> ha esetleg kreditre be lehetne váltani. Kérdezik, uh, hogy napközisek, napközisek voltatok? Nem. Én igen. Én voltam napközisek. Én nem szerencsés. Nem szerencsét. Nem, nem, Három, három kor jött értem anyum, és négyre mentem úszni minden egyes hétköznap. Én meg... És minden hétköznap vittanyom, még utána Vettem úszni, utána még versenyre is vittek, amúgy egész jól úsztam, én egy, én egy aztán 30. megutáltam. Nekem ugyanez, 1.30-kor volt végig a sulinak, az volt a legkésőbbi óra, és én háromra mentem minden nap. Ja. Yeah. Ma délután Igen. lesz még egy live, nem innen, tök máshonnan, amúgy egy extra helyről, büdös sajtcímjel tartunk ma délután 6-kor, és holnap reggel Kvalitív. pedig. Jó lesz a büdös sajtcím, ja, Én is várom, és De tényleg hoz olyan sajtokat. Én 5 so innen... fajta magyar sajtot hozok. Jó, én meg öt, megáll öt. Én, három hogy röhögni fog. De pápuszta is van, az hiddelnek ez kell. Pápuszta, az, a legbüdösebb magyar hogy sajt. Hogy néz ki a csomagolása? Ilyen pici, ilyen, ilyen, ilyen fű, nem, a, nem ez a szeletelt? Ne, ne, nem, nem, nem ez üst is ekkora, de az keressél, Nyugodsz mert hozzá. az a legbüdösebb sajt a, a, jaj, a jaj, látom. legbüdösebb. ez, ez Tess, ilyet hoz. Ez magyar, és ez, de ez nagyon a, Ez olyan, ez olyan videsz, videsz, hogy a kocsiba érezni? Ez undorító. De a kocsiba is? A kocsiba ki fogsz szállni és először <laughs> Ez nem jó. Jó, akkor nem olyan. Point akarsz, ezt hozd el, mert te álljátok Na, nem akartam senkit lehülyézni a egyetemen, csak aki azért négyszer megbukik mondjuk egy ilyen ö, egyszerűbb szakon, ja. tanuljatok. At. Szóval este tali, vagy hát délután este tali, eh, holnap reggel pedig... Hát a Henry felirat, a tiszt top feliratkozó első, Az a következő feliratkozó feliratkozó. közé. Így van. Köszönjük eh, szépen, itt itt hagyjuk, úgyhogy most, most csimpánz nem jön velünk. Csimpansz. Tali, Tali délután. Sziasztok. ez nem csimpánz. Jaj. Délután Tali. Ufa.